Egy a földet ábrázoló installációt gyújtottak meg a Greenpeace aktivistái a Hősök terén, hogy felhívják a figyelmet a klímavészhelyzetre. A szervezet szerint a lángoló esőerdőknek, az olvadó jégsapkáknak és a szennyezett óceánoknak fajok milliói esnek áldozatul, amit csak közös fellépéssel lehet megállítani. A Greenpeace azt szeretné elérni, hogy a politikai és a gazdasági élet szereplői is felismerjék, hogy cselekedniük kell. Kezét csokolom, jó reggelt kívánok, hogy említettem, Rodics Katalin, Greenpeace kampány felelőse a vendégünk. A klíma vészhelyzetnek, mint olyannak van mértékegysége? Tehát pici, nagy, hatalmas? Hát ez most már hatalmas, hogyha mi adhatjuk meg ennek a mértékegységét, hiszen a legtöbb tudományos szervezet, az összes nemzetközi ezzel foglalkozó szervezet kimondta azt, hogy 1-2 évtizedünk van arra, hogy alapvetően a teljes gazdaságunkat átalakítsuk, és ebben benne van azért az is, hogy minden egyes embernek is megvan ebben a felelőssége. De most elsősorban a döntéshozókat céloztuk meg, hiszen itt most már annyira sürgető lépéseket kell megtenni, amihez a magyar kormánynak és a nemzetközi élet többi szereplőjének is mellé kell állni. Mit szól ahhoz, hogy ennyire politikai, illetve világpolitikai kérdés lett például a, mondjuk az Amazonasnak az égése, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy a világ egyik legnagyobb katasztrófája, a másik oldalon vezető politikus azt mondja, hogy ez egy humbuk és csak kitaláló, és Bolsonaro elnököt vagy dicsérik, vagy szídják, de alapvetően ez egy politikai kérdés lett. Ez sajnos politikai kérdés lett, holott ez természet és az egész életünk és az emberiség, a civilizáció kérdése most már, ami zajlik. Teljesen nyilvánvaló, hogy egyes országokban a gazdasági érdekek maguk alá temették az egész emberiség érdekét, hiszen itt nem csak arról beszélünk, hogy 1 millió faj van a kipusztulás szélén, és 10-20 éven belül eltűnnek, tehát nem valamikor a távoli jövőben, és a klímában is már látjuk a hurikánokat, a jéghegyek olvadnak, sorolhatnánk, égnek az erdők, nem csak Brazíliában, hanem máshol. Bocs, de igen. Igazán egyes vezetők azzal próbálnak népszerűséget szerezni maguknak, hogy azokat a gazdasági érdekköröket bíztatják, és ez történik Brazíliában, akik ezeket az őserdőket égetik, akik engedélyezik azt, hogy sajnos óriási mennyiségű szójaültetvény szülessen a helyükön, és akik nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz a jövőnkkel. Na most egyet tisztázzunk, az Amazonas az a világnak a tüdeje, ahogy hívja egy csoport, vagy nem a világnak a tüdeje, hanem bozótok égnek önmagában az őserdőnek a szélén. Lehet látni a NASA-nak a felvételeit, most már nagyon sok helyen, ahol lehet azt is látni, hogy gyakorlatilag az amazonasi őserdőknek egy jelentős része elpusztult, és az elmúlt években egyre nagyobb területeket égetnek fel. Tehát nem csak a széle ég, hanem mindenütt tüzek vannak az Amazonasban. Rendben van, tisztázzuk ezt a kérdést, legyen kedves, hogy az, amikor megjelenik mondjuk másfél hónappal ezelőtt körülbelül a magyar közbeszédben az, hogy ég a világ, vagy a földnek a tüdeje, az igaz-e, vagy nem, mert ebben azonnal, és ez nem politikai kérdés, szakemberek között kialakul egyfajta vita, hogy igen vagy nem. Ez valóban a világ tüdejének az egyik bugyra volt, mert ugye a világ tüdejét az, hogy oxigén van a földön, annak a felét a tengerek termelik, a felét a szárazföldökön lévő zöld növények, nyilván az óriási őserdők, esőerdők rengeteg oxigént termelnek, úgyhogy a tüdőnek egy részét tesszük most tönkre, és ugyanígy égnek Szibériában is az erdők, égnek Indonéziában és Afrikában is az erdők, tehát gyakorlatilag most azokat a szárazföldi élőhelyeket tesszük tönkre, amik nagyon jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy legyen oxigénünk, és tudjunk lélegezni. Szabad olyanra kérnem, nagy valószínűséggel ez egy furcsa kérdés éppen öntől, tételezzük fel azt, hogy semmit nem csinálunk. Tehát nincs lépés, egy politikus a fülebotját nem mozdítja, egy hurkapálcát nem tesz arrébb, semmit nem csinálunk, hátradőlünk és így marad. Mi történik? Tehát mi történik akkor 10-20-30 év múlva? Ezt nagyon pontosan leírták nemzetközi szinten is, hogy gyakorlatilag a tengeráramlatok már megváltoztak, élőhelyek tönkre mennek, és jöjjünk egy kicsit haza. Magyarországon is megjelentek az elmúlt hetekben olyan óriási több 1950-es évek óta az összes meteorológiai állomásunkat felmérő összesítések, amiből nagyon jól látszik, hogy itt Magyarország is nagyon súlyosan érintett,
és az 50-es, 2050-es évekre lehet, hogy az ország kétharmada annyira száraz lesz, hogy csak ilyen kiszáradt száraz csepp lesz, mint Törökországban néhány helyen lehet látni, ahol nem fog kukorica teremni, nem, hogy erdőnk nem lesz, és nem, hogy bokrak nem lesznek rajta, hanem már júliusban már legeltetni se lehet ezen. Úgyhogy ez nagyon komoly, mondjuk élelmiszerbiztonsági kérdés. A gazdaságunk minden ágazatát föl kéne készíteni arra, hogy hogyan reagálunk erre a szárazodásra. Például itt kéne tartanunk azokat a vizeket, amik Magyarországra bejönnek tavasszal, ugye sokszor árvíz van, aztán belvizek vannak. Ezeket a vizeket meg kéne tartanunk, hogy nyáron, amikor aszály van, legyen miből locsolni. Kinek a felelőssége és kinek a lépése? Tehát Katalin az öné, Tvrtko az enyém, az önkormányzati, az utcán közösségé, a lakóparké, a magyar kormányé, tehát hogy hogyan kellene lépni? Nagyon fontos kérdés, mindenkinek lépni kell. De most már annyira vészhelyzet van, hogy a kormánynak kötelessége a közös pénzeinkből, a közpénzeinkből ezeket az intézkedéseket elindítani. Mondjon egy intézkedést, egy magyar intézkedést, tehát nekem Pécs városában mi az az intézkedés, ami kell? Vagy a családomban mi az intézkedés? Nem veszek műanyag szatyrot? Hát például Pécs városában, az, és akármelyik városban, vagy nagyobb településen... Legyen Budapest. Igenis, legyen Budapest, legyen zöld terület. Tehát igenis legyenek zöld területek, itt is legyen víztakarékos és energiatakarékos fejlesztés, tehát a pénzeket erre szánjuk. Önnek a családja szintjén pedig, ami a leghasznosabb, bár ezért nagyon sokan felháborodnak, hogy ne beszéljünk bele a magánéletbe, de ön kérdezte. Nyugodtan. Például ne együnk annyi húst és tejterméket, mert azért égnek az amazonasi őserdők, mert annak a helyén vagy marhát legeltetnek egy nagyon rövid ideig, mert ez sem működik sokáig. Tulajdonképpen ez egy kis kibúvó, mert utána szóját ültetnek, ezeket zöld sivatagoknak hívjuk, és a szójának a nagyon nagy százaléka, 60-70%-a idejön Európába, takarmányként, és ezzel etetjük a nagyüzemi állattartásban az állatainkat. Egy nagyon rövid időnk van már csak a záró kérdésre. Én mindig azt láttam, amikor a cigaretta csikkeket mindig felszeretem mindenkivel, hogy mindig másra hivatkozik, miért a többi is. Tehát ilyetén módon, amikor azt mondom, hogy én csinálja meg, hát mindenki húst teszik, mindenki ezt csinálja. Igen, ez nagyon fontos, hogy itt most már tényleg azért van vészhelyzet, mert mindegyikünknek kell lépni. Tehát nincs másra mutogatás, és nincs arra időnk már, hogy különböző kibúvókat keressünk, hogy miért nem cselekszünk. Tehát ez mindenkinek a lelkiismereti kérdésének kell lenni, és én azt mondtam tegnap, hogy a gyerek az első, de a gyereket nem csak addig kell ösztönözni, amíg megszületik, hanem utána is gondoskodni kell arról, hogy élhető országot hagyjunk magunkra. Rodics Katalin, a Greenpeace kampány felelőse volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy ma reggel nálunk járt. Én is köszönöm a lehetőséget.